Bár a telefon, a tabletek, számítógépek és az internet a hétköznapjaink fontos része, a fiataloknál sokszor már elengedhetetlen kellék. Függőségről akkor beszélhetünk, ha ezeknek az eszközöknek a hiánya megvonási tüneteket idéz elő. Vagyis a tulajdonosuk nem tud a szabadidejével mit kezdeni, feszültebb, ingerlékenyebb lesz. Felnőttek esetében az önkontroll, a szabályok megalkotása és betartása lehet a megoldás. Gyermekek esetében is érdemes ezt szem előtt tartani. A szülőnek igenis kötelessége szabályokat alkotni a gyerek felé, hogy mi az a maximális idő, amit eltölthet, akár képernyő előtt, akár telefon előtt, hiszen a gyerekek nem csak az agyi fejlődésükre, de a szociális fejlődésükre is nagyon hatással van az, hogy hogyan töltik el az idejüket, hogy milyen tartalmakat nézegetnek, mennyire barátkoznak, mennyire játszanak másokkal, vagy pedig ugyanez a beszűkülés elindul már nagyon kora gyerekkorban, ami ugye azt látjuk, hogy a felnőtteknél is nagyon jellemző. Alapvetően azt szoktuk mondani, hogy egy olyan 18 hónapos korig egyáltalán semmiféle digitális eszköz, sem tévé, sem nyilván telefon nem való a gyerekeknek, semmi, ami vibrálást vagy vibráló képeket mutat, és utána is olyan 2-5 éves kor között azért olyan napi 1-1,5 órára érdemes minimalizálni a képernyő előtt töltött időt. A gyakorlat azonban azt mutatja, a szülők gyakran alkalmazzák a telefont, mint a legegyszerűbb eszközt, amivel lekötik a gyerekek figyelmét. Bekapcsolnak rajta egy videót vagy egy mesét, és a gyermek már is csendben ül. Így azonban jelentősen csökken a képzelőerő és a szociális alkalmazkodási képesség. Ráadásul már óvodás korban telefonfüggővé válhatnak a kicsik. Korábban sem voltak ilyen eszközök, és a gyerekek mégis valahogy meg tudtak nyugodni. Tehát, hogy a szülőknek azért nagyon fontos, hogy egyrészt a türelem, másrészt az, hogy ajánljunk fel alternatívákat. Tehát, hogy teremtsünk olyan lehetőségeket, amiben a gyerek jól érzi magát, és valahogy segítsük azt, hogy telefon nélkül, vagy tévé nélkül is tudjon játszani. De hogy ehhez nagyon fontos az, hogy a szülő is le tudjon mellé ülni, és a gyerek közben azt érezze, hogy igenis ott van mellette a szülő, és nem csak azért ül le mellé, hogy gyorsan valahogy, nem tudom, lefoglalja, és ő tudjon menni tovább, intézni a saját ügyeit. Óvodáskorban érdemes a szülőknek a gyerekekkel együtt megalkotni a digitális eszközökre vonatkozó szabályokat, ilyen például, hogy étkezéseknél senki nem viheti a telefont az asztalhoz, vagy hogy a kirándulásokon tilos a használata. Fontos azonban, hogy a teljes tiltás nem működhet, hiszen már kisiskolás korban is szükséges az információ átadásához és tanuláshoz a digitális technológia.